A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kara 6 életmentő félautomata defibrillátorgépet vásárolt a társadalmi szerepvállalás jegyében. 3 eszközt a kar Pécsi, másik 3 készüléket pedig a vidéki székhelyén helyeznek el, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az egészségtudományi kar a társadalmi felelősségvállalás jegyében az egyik legfontosabb népegészségügyi problémára próbált megreagálni, ez a szívérrendszeri megbetegedések következtében bekövetkező hirtelen keringés leállásokat jelentik. Tudva levő az, hogy Magyarországon becslések szerint évente 25-26 ezer honfitársunkat érinti ez a fajta probléma, aminek az hátterében elsősorban valamilyen olyan szívritmuszavar van, amelynek a kezelése egy relatíve egyszerű módon a ritmuszavarnak a megszüntetésével orvosolható. Ezt egyetlen egy készülékkel lehet elvégezni, úgy hívják, hogy defibrillátor, és hogyha ez 3-4 percen belül megtörténik, akkor viszonylag jó eséllyel adható vissza valakinek az élete. Azonban azt is tudni kell, hogyha ezt a perceket elveszítjük, akkor utána minden perccel 10%-kal csökken annak az esélye, hogy az illetőnek a keringése rendezhető és visszaállítható. A készülék átadását követően a kar dolgozói képzésben is részesültek, így ha szükséges, nem csak defibrillátor áll rendelkezésre, hanem hozzáértő személyek is. Azonban azok, akik még nem találkoztak ilyen eszközzel, azok is bátran nyúlhatnak érte, ha kell, ugyanis hibázni csak akkor lehet, ha nem használjuk a gépet.